Baronics Anna vagyok. Bertók Fruzsi vagyok. Látjátok, hogy hasonlítunk? Képzeljétek el, hogy mindenkit mindig annyira hasonlónak láttok, mint a maszkos embereket. Akkor is, hogyha nem hordanak az emberek maszkot. Azért, mert nem tudtok különbséget tenni az arcok között. Én ezzel élek gyerekkorom óta. Azért jöttünk a műegyetemre, hogy megnézzük, hogyan kutatják ezt a betegséget. Németh Kornél, 2016-tól a Műegyetem kognitív tudományi tanszék munkatársa. Kutatási területe az arcfelismerés és annak zavarai. Azt mondja, három nyakszirtlebeny környéki fejlővésből lábadozó katonával kezdődött a prozopagnózia kutatás kb. 70 évvel ezelőtt. Mind a három katona képtelen volt felismerni ettől a pillanattól fogva. Volt olyan, aki még saját magát, illetve a feleségét sem tudta felismerni, saját magát tükörben természetesen. Az egyik nagyon izgalmas jelenség az az volt, hogy arra figyelt fel a Bodavernek hívták ezt a német orvost, hogy mindennek ellenére például a Hitler arcképét azt bármikor tudta azonosítani az egyik katona, és aztán rájött, hogy ez igazából annak köszönhető, hogy a Hitler arcán nagyon markáns jegyek vannak, ugye a bajuszra gondolunk itt elsődlegesen, illetve a hajvonalra. Az arcvakságban szenvedők a markáns vonásokat, megkülönböztető jegyeket keresik egy-egy arcon, a jellegzetes részleteket. Nekem is ez a stratégiám. Mi az első, amit megnézel egy emberem? Nem tudom. Igazából szerintem keresem a hibát az arcom. Hogy így, aha, neked is van ott egy, és akkor onnantól kezdve megvan. Engem például miről jegyeztél meg? Hát most van az orrod alatt egy kis bőrhiba. Például ez tök jellegzetes, meg nagyon nagy a szemed. Persze nem minden arcvak egyformán arcvak. Van, aki saját tükörképének felismerésével is gondban van, de vannak enyhébb esetek is. Én például csak hasonlónak látok sok embert, akik igazából nem hasonlítanak. Az, aki nem szenved az arcvakság semmilyen formájában, az nem analizálja ilyen részletesen, ilyen aprólékossággal az arcon a különböző testrészeket, szemet, orrot, szájat, szemölcsöket, bármit, arcszőrzetet, hanem csak ránéz, és elkészül egy ilyen elsődleges vázlat az adott ember arcáról, amit aztán elraktároz az emlékezetében, amit később tud használni az előhívási folyamat során, amikor össze kell hasonlítani a következő alkalommal, hogy őt látja-e vagy nem. Egyszerűen hangzik, de nem az. Tényleg. Próbáltak segíteni az arcvakságon például oxitocin sprével, vagy éven át tartó tréninggel különböző kísérletekben, de hiába. Kornélik azt vizsgálják, hogy mely területeken aktív az agy, mikor arcot próbál felismerni egy arcvak. A sapka az elektroenkefalográfhoz, vagyis EEG-hez kell. Az EEG rögzíti az idegsejtek elektromos aktivitását. Van, ami szabad szemmel és jól látható a rajzolaton. Most csúd be a szemed. És azonnal megjelenik gyakorlatilag ott a vizuális területek fölött ez az alfa tevékenység. Rögzítik még a szemmozgást is közben. Jobb felső, jobb alsó. Miközben próbálom megjegyezni a számomra szinte egyforma arcokat, a gépek dolgoznak. Egy alany átlagosan 1 gigabájtnyi adatot hagy a Winchesteren. Ma Magyarországon körülbelül egy Debrecen méretű város lakosságának megfelelő számú ember él különböző fokon sérült arcfelismerő rendszerrel. A Műegyetem szakemberei most őket keresik a kutatáshoz. Milyen volt, hogy érzed, hogy sikerült a teszt? Mi volt az a feladat, ami a legnehezebben ment? Amikor láttam egy arcot, elvileg ugyanazt három oldalról, egy jobb oldal, bal oldal szemből, és meg kellett állapítani utána három másik arc közül kiválasztani, hogy ez melyik volt. És nekem ilyenkor, amit támpont, azok a bőrhibák, a kis ragya, táska, két ránctáska, itt egy pötty, ott egy izé, és ezt a kornélik erre tusálják róluk, alig lehet észrevenni, de hogy más támpontom nincs, és nagyon kell figyelni emiatt. Ha veled is megesik, hogy összekeversz arcokat, vagy nem ismersz fel embereket, akik téged igen, érdemes kitöltened a tesztet az arclabor.com oldalon. És ha hívnak ezek után, részt vehetsz a laboros kutatásban is. A kutatóknak és az arclaksággal élőknek is segíthetsz vele.